Eredetileg nem terveztem ma kimenni a birtokra, viszont nem messze onnan van most egy kis dolgom. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy behajítom a kutyákat, hogy szívjanak ők is egy kis friss levegőt, meg beraktam a 3 gránátalma csemetét is, hogy elültessem őket, és minél hamarabb gránátalma nagyhatalom lehessünk. Viszont ez a videóban nem erről szól, hanem arról a 2 telekről, amit meg fogok nézni. Az egyik ezek közül talán kevésbé érdekes, főleg nektek, akik esetleg követitek a csatornáját, mert hogy már láttátok azt a kertet, H. Andrásról van szó. Igazság szerint mindig csak leírva látom, úgyhogy nem tudom, hogy kell ejteni. Szóval Andráshoz megyünk ki megnézni az ő telkét az ásókapásokkal, egy tájépítéssel többek között. Mert hogy az ásókap az oldal, aminek a készítésében én is részt veszek, és az oldal egyik profilja az az, hogy próbálunk tanácsokat adni, és netán a kivitelezésben is segíteni olyanoknak, akik egy jó kertet szeretnének. És András úgy néz ki, hogy ilyen. Úgyhogy most úton vagyok hozzá, felmérjük a terepet, hümmögünk egy sort, megkérdezzük az igényeit, aztán abból összerak majd a csapat közösen valamit. Viszont a másik kert az lehet, hogy ennél sokkal, de sokkal izgalmasabb lesz, mert hogy valaki éli az álmaimat. Mondjuk én is élem az álmaimat, de valaki ugyanazokat az álmokat éli, vagy legalábbis nagyon hasonlóakat, úgy néz ki, mint én. Mindjárt nézzük annak a részleteit, viszont épp most jöttem el amellett a gyümölcsös mellett, ahova az egyetemen jöttünk növényvédelem gyakorlatra. Vegyes érzések voltak bennem. Nem teljesen olyan a kert, mint amilyennek korábban elképzeltem, mert eddig csak egy légi fotót láttam róla, és az alapján úgy tűnt, mintha egy nagyon enyhe lanka lenne, és csak az egyik oldalán lenne egy kis letörés, vagy egy meredekebb letörés. Ehhez képest viszonylag meredek az egész telek. Lesz benne kihívás, különösen, hogy elmondta, hogy nagyjából mennyit szeretne rákölteni, hogy látványos hatás is legyen belőle, hát valószínűleg elég kreatívnak kell lennünk. De megoldható, viszont azt mondja, nem fogjátok elhinni, de ez a hely egy sivatag. Esküszöm, hogy itt sokkal kevesebb eső esik, mint Budapesten. Welcome to the club! Nem messze van tőlem a telke, úgyhogy egyáltalán nem lep meg, hogy nagyon kevés csapadék esik nála is. Hát igen, ez egy ilyen helyzet. És azért így is voltak tavaly bőven zöldségek. Hát nyilván nem annyi, mint amennyit szerettem volna, de azért paradicsom az volt. Tögivel, krumpli az megint csak volt, bőségesen hagyma, borsó, meg ilyenek, úgyhogy emiatt nem aggódtam különösebben, még akkor sem, hogy csak keveset tudtam öntözni. Meg persze lehet azért olyan növényeket is termeszteni, ami kifejezetten bírja a szárazságot, igaz, ehhez persze meg kell erőszakolni az eredeti terveinket, és nem biztos, hogy tölteni való paprikával kell beültetni az egész területet, de ez a veszély őt annyira nem is fogja fenyegetni, hiszen nem zöldségeket akar termeszteni, viszont ami nagyon fura volt, hogy azt mondta, hogy ő beszélt korábban kertésszel, vagy kertészekkel, és mi voltunk az elsők, akik felhívták arra a figyelmét, hogy lehet akár olyan növényekben is gondolkodni, ami elsődlegesen bírja azt a környezetet. Az nagyon vicces volt, mutogatta ott a környéken, hogy azok a bokrok például nagyon tetszenek, ahhoz hasonló szeretnék ide a kertbe, stb. És ez lenne valahol az első lépés, megnézni azt, hogy mi az, ami jól érzi magát, mi az, ami bírja azt az éghajlatot, szétnézni a környező kertekben, megnézni, hogy kinél mi az, ami jól teljesít, és annak megfelelően szerezni be a növényeket. Mert ha őshonos növényekkel dolgozunk, akkor azokkal jó eséllyel sokkal kevesebb gond lesz a későbbiekben. Nem mondom persze, hogy öntözésre nincsen szükség, vagy hogy időnként ne lehetne különlegesebb növényeket is pakolni a kertbe, aminek nagyobb figyelemre van szüksége, de összességében célszerű előbb szétnézni, hogy mi van a környéken. Erről jut eszembe, hogy van fejlemény ciszterna ügyben, mert hogy vannak érdekes megoldási lehetőségek, amire korábban nem gondoltam, de erre majd máskor visszatérünk. De most elindulok a gránátalma nagyhatalomság felé, kijelölöm a növény helyét, és ások egy gödröt. Nem
ennél nagyobb kell. Nem azért, mert magamat akarom szivatni, hanem mert elég agyagos kötött a talaj, és nem az a célom, hogy pár hónap után kélyesen figyeljem, ahogy megnyifan szerencsétlen. Ha csak akkora gödröt ásnék, amiben épp hogy belefér a földlabda, akkor nem valószínű, hogy a gyökerek túl könnyen átnőnek a talajba a pihe-puha laza faiskolai ültetőközegből, és virágföld. Szóval fel kell azért lazítani a környező talajt is. Ugyan hordok bele jó minőségű komposzttal kevert földet is, de ezt is keverni kell az eredeti talajjal, különben ugyanaz lehet a helyzet, mint az előbb, csak egy-két évvel később áll majd meg a növény a fejlődésben. Kiásáskor a felső és az alsó réteget külön szedtem és fordított sorrendben pakolom vissza, ami felül volt, az megy alulra és fordítva. Ennek nem mindig van nagy jelentősége, de így illik. A nagyobb gyökereket, tarackokat minden esetre célszerű kimazsolázni belőle. Tudom, fáj az embernek a szíve azt a szép cserépformát szétverni, de az esztétikai érzéknél fontosabb, hogy a gyökerek megfelelő formát vegyenek fel, meg egyébként is... Föld fogja majd takarni, aztán nem látszik. Úgyhogy különösen, ha már körbe-körbe nőttek a cserében szerencsétlen gyökerek, akkor alaposan fel kell őket lazítani. Ezután lábbal tömörítem a talajt a növénytöve körül. Az útengerrel farolgatást kicsit túlzásnak éreztem volna, de azért mértékkel lehet neki adni. Ezután jön az egyik legfontosabb lépés, amit szinte mindenki ki szokott hagyni, a beiszapolás. Egy-két vödör víz ilyenkor simán rámehet, akkor is, ha high-tech csepegtető öntözést használsz. Itt a cél nem csak a víz pótlása, hanem a talaj megfelelő tömörítése is a gyökerek köré. Ha előtte kialakítasz a földből egy tányért, amiben összegyűlhet a víz, hogy szép lassan szivárogjon be, az sokat segít. És ha már olyan hülye vagy, mint én, hogy a látvány kedvéért jó magasról öntöd a vizet a vödörből, akkor utána pótold a földet, amit a vízsugár kimosott. Hát ez így egy kicsit macerásabb, mint ahogy általában szokta az ember csinálni, de az ültetési problémákat baromi nehéz utólag orvosolni. Egy megvan, és már csak kettő van hátra. Megvan a második is. És itt a harmadik. Miközben itt bőszen gránátalmafa ültetés influencerkedtem, rájöttem, hogy egy elég nagy sületlenség volt a részemről úgy felvezetni ezt a videót, ahogy, mert hogy utólag nem fogom majd tudni valószínűleg kivágni belőle azt a részt, hogy ma két telket megyek megnézni. Viszont átgondoltam, hogy lehet, hogy most arra a telekre mégse illene odaállítani, vagy legalábbis ahhoz a telekhez, hogy ezt nézzétek, mi van itt mögöttem. Mert bár egy teljesen nyilvános oldalról van szó, de inkább elmondom a sztorit. Szóval tegnap kaptam egy linket egy Facebook oldalhoz, amin egy srác nemrég megvett egy teljesen elhanyagolt telket, konkrétan egy dzsungel az egész, ideig ismerős, ugye? És az a terve, hogy kitakarítja és élvezi annak rendes módja szerint. Ráadásul, ahogy leírja a szempontjait, nagyon-nagyon hasonlók ahhoz, mint amik nekem voltak, amikor kiválasztottam az én birtokomat. És itt nincsen vége a történetnek, mert itt jön az a rész, amitől leesett az állam. Megnyitottam ezt a Facebook oldalt, és kiderült, hogy ugyanazon a piciket településen van, ahol az én telkem. Úgyhogy erre nem tudom, hogy mekkora az esély. Minden esetre felvettem azóta a sráccal a kapcsolatot, vissza is írt. Kiderült, hogy vannak közös ismerőseink. Én azért megpróbáltam őt letrekkelni, és kiderült, hogy állítólag egy nagyon jó fejemberről van szó. Tehát nagyon kíváncsi vagyok rá. Remélem fogunk találkozni, meg tudom nézni a birtokot, és megengedi, akkor megmutatom nektek is, mert szerintem ez nagyon tanulságos lesz. Hát lényegében már ennyi, és innen fogjuk majd folytatni. Vannak még megvágatlan videók, lehet, hogy azokat veszem előre, de mivel folyamatosan gyűlnek otthon is a mindenféle kerti munkák, amiket jó lenne akár nektek is megmutatni, lehet, hogy azok következnek majd, ezt majd meglátom. Sziasztok!